Csatlósné Komáromi Katalina a művelődésháza igazgatója, és Virág Sándor református lelkész köszöntötte azt a közel 5000 jelenlévőt, illetve 300 fellépőt, akik a 8. sárospataki adventi hangversenyen megjelentek. A város általános és középiskolás énekkarai mellett egyházi kórusok és kamarakórusok színesítették a közel 3 órás rendezvénysorozatot. A szervezők szerint ez az ünnepi, kulturális esemény minden eddiginél színvonalasabbra sikerült. Sikerült egy kicsit hozzájárulnunk ezzel a hangversennyel, az adventi készülődésükhez, a lelki ráhangolódásukhoz. Számomra, hogyha az én elmutatom a saját véleményemet, mivel első pillanattól részese vagyok a szervezésnek, és annak idején az elején úgy kezdtünk, hogy a célunk volt, hogy összehozzuk a város összes kórusát. Nos, ez idén most sikerült először. Az ünnepi műsor szünetében az adventi koszorú 3. gyertyájának meggyújtása véget, a művelődés háza előtti térre vonultak a jelenlévők. A rendezvény minden eddiginél nagyobb méreteket öltött. A 2002-es indulás óta, amelyen 2 kórus közreműködött, és a Református Egyházközség Loránfi termében szerveztük, a mai napra 11 kórus közreműködésével, közel 300 résztvevővel zajlik az adventi kórus hangverseny. Nagyon örülünk, hogy ez a városnak egy ilyen meghatározó rendezvénye lett, és hogy ilyen sokan részesei. A köszöntőben elmondtam egy történetet, ami egy kislányról szólt, aki nagyon szeretett volna az apukájának egy különleges ajándékot készíteni, de mivel nagy szegénység volt, vett egy dobozt, becsomagolta masnival, átkötötte és odatette a karácsonyfa alá. Az édesapa kissé zokon vette azt, hogy üres volt a doboz, és szemrehányóan mondta a lányának, hogy tavaly legalább egy kis mackót és egy képeslapot beletettél, ez valami vicc volt. De hát apuci, nem vetted észre, a doboz tele van a pusziaimmal. Nagyon megdöbbent az édesapa, és valóban ez lett a legkedves ajándéka. Kedvesebb egész évben, mikor nehézsége, gondja volt, bement a szobájába, kinyitotta a kis dobozt, és kivett belőle 1-2 puszit a lelkének. Nehéz gazdasági körülmények között ez az este szeretetből jött létre. A program ezt követően a színházteremben folytatódott, ahol zárásként egyszerre egy ének erejéig valamennyi kórus együtt énekelt.